Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! A Babits Mihály Általános Iskola Tantestülete, szülői testülete nevében nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az immáron 6. alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági várunkon. Engedjék meg, hogy mindenek előtt megköszönjem, hogy jelenlétükkel megtisztelik a mai rendezvényünket, támogatásukkal, adományaikkal pedig segítik azt a közös célt, amit minden évben megfogalmazunk, és ez pedig nem más, mint az iskola audiovizuális eszközeinek fejlesztése. A befolyt adományokból ebben az évben is természetesen majd ilyen eszközökre szeretnénk költeni ezt a pénzt. De hát a pénzen túl én azt gondolom ennek a mai napnak egy másik nagyon-nagyon fontos és hát ha nem a legfontosabb értelme és fontossága van, az pedig az, hogy Önök itt vannak, illetve hogy együtt lehetünk. Én azt gondolom, hogy egy iskola életében legyen az általános iskola, középiskola, óvoda, akár uram, bocsán, legkisebbeket is idehozzam, úgy működik, hogyha szülők, illetve nevelők és segítők összefognak. Lehet sok mindenről beszélni, sok mindent csinálni, sok minden elképzelést elmondani, de amikor meg kell valósítani, akkor igen, Önök nélkül nem megy, azt gondolom akkor sem, és hát természetesen ez a mai este sem jöhetett volna létre Önök nélkül. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében én még, illetve most is köszöntsem Magyar Andit. Őról, igen, ő az Önök szerény, de hát aki ismeri, tudja nagyon jól. Hát ő ennek az egész rendezvénynek a motorja, ne tagadjuk. Most már 6. éve, hol járógéppel a lábán, ugye amikor szegénykén eltölt a lábát, hol teljesen egészségesen, de mindig itt volt közöttünk, és szervezte ezt a mai alkalmat. Egy nagyon jóképű hadvezér, Montecuculi, annak idején azt mondta, hogy ugye a háborúhoz pénz kell. Hát a jó hangulathoz meg én azt gondolom, hogy lecsó, úgyhogy szeretettel köszönteni a kedves művész urakat, és nagyon, hogy mondjam, hát én szinte garanciát látok már személyben, hogy egy nagyon-nagyon fergeteges és hangulatos összejövetel lesz. Kedves vendégeink, nem szaporítom tovább a szót. Kérem szépen, hogy tekintsék meg csinos, aranyos 8. osztályosaink nyitótáncát. A nyitótáncot Szentszíné Gabika tanította be, akit nagy szeretettel köszöntök most is, és nagyon szépen köszönjük. Utolsó mondatomban szeretnék Önöknek nagyon-nagyon kellemes estét kívánni. Kérem, érezzék jól magukat, érezzük jól egymást. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak és együtt lehetünk. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Isten látja lelkemet, azért vettem még egyszer a kezembe a mikrofont, hogy... velünk énekelj. Igen, hogy a végén, mert ezt azt gondolom, hogy a házigazda udvariassága így diktálja, nagyon-nagyon hálásan szeretném megköszönni valamennyi munkatársamnak és kollégámnak az rengeteg munkát, erőfeszítést, amivel ők maguk is hozzátettek a mai estéhez, és hát olyanná varázsolták ezt az egyébként nem kimondottan bálteremnek tervezett iskola aulát, ahol azért mégis azt gondolom, hogy egészen jól érezhetjük magunkat. Nagyon szépen köszönöm, többet nem beszélek, ígérem. Köszönöm szépen! Yeah.